Ho-ho, visszatértem. Most akkor elmondok nektek egy extra titkot. Még mindig nincs új év. Még mindig ez a rohadt 2020 van. Bassza meg. De mindegy. A fontosabb lényegre törőbb rész most jön. Befejezem a játékot. Ami talán még fontos lehet, visszanéztem az előző videókat, és beszarás. Talán az egyik legjobb minőségű videót csináltam. Őszintén, pont ugye ezt látom, pont ugye ezt érdem át, amit egyébként maga ott látok. Habár kettő hiba még így is van, de ezzel tisztában voltam. Az egyik ugyebár, hogy kifogyott egyszer a játék. Szóval azzal tisztában kellett lennem, hogy annál vágnom kell. A másik hely, ahol vágnom, ahol gyakorlatilag úgy vágnom kell, az összes többi videó. De ott inkább csak azt fogom megcsinálni, hogy teljes képbe rakom majd a játékot. Egyébként minden jó. Örülök egyébként, hogy a játékában ugyanannyira hallatszódik, mint én. Hála jó Istennek. Ez egy dolog olyan működik, mert nincs olyan hú de sok a játékból, szóval, hát, igazából már négy darab típus maradt, ez a kettő, ami ritkább, ezt ugye akkor is utoljára, és akkor körverseny. Adott esetben még megejtünk egy olyan fordulatnyi kört, hogy miután ezt megcsináltam, felfejlesztettem, megvan minden. Még amit tudok, fejlesztek az autón, habár amihez nem szeretnék nyúlni, az a spoiler. Ha lehet. Mert igazából nekem ennyivel van csak bajom ezzel, ennél a résznél, de majd látni fogjátok. A másik dolog, a fő bossnak a kocsia az maxos. Jé, lagging. Egy kicsit parázok most, mert kiléptem meg vissza. És vele még nem párbajoztam. Elárom, vele még a legkönnyebb. Ne puszikat küldjél már, légy szíves. Puszit küldesz akkor olyat, hogy... Jó, inkább ebben nem menjünk bele. Hogy milyen puszit kérnék. Inkább abba, hogy hogy megy maga a játék. Egyébként kiderült 60 FPS-sel simán megy... 60 FPS-re simán megy a játék. Nem is azzal van a fő gond, hanem egy minimális lag van. Úgy bár ez a Windowsnak a hibája. Mert eredetileg ez a lag nincsen benne. Ezen kívül a kép kicsi. Ezt azért lehet érezni. Ahhoz képest egyébként pont ugyanolyan maga a grafika, mert minden, ahogy én látom. Csak nincs annyira fölnagyítva, mint nálam. Jé. Nekem ugyebár a képarány, az kihúzza. Nem annyi gond még van. Teljes átlenben még az. Yes. Ez egy állat ez a kocsi. Imádom. Oké, egyébként már nincs olyan túl sok a játékból. Reménykedek, hogy most már összes verseny elsőre menni fog. Legalábbis másodjára. Reménykedek. Néha azért lehet. Reménykedek. Nagyon nagy erővel. Mivel ezt egy kicsit már fáradtamban veszem föl. Úgyis nem aludtam. Csak... Ojj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 
félek, hogy kilöksz. Most ilyen helyzetben már nem kell lesz.
imádom egyébként ennek a rögését, ez a... Hogy fogalmazzak, ez a... Fixon dohányzós rögés, én ezt annak hívnám, hogy így... Érződik a hangján, hogy dohányzott. Ahhoz, hogy nektek is ilyen hangotok legyen, csak dohányoznatok kell, nem is kicsit. Na, hiba. Habár annyira nem gond, energiát szívesen fogyasztok. Játék, állj le, most! Oké? Okay? Ezt lesz szó szerint vedd. Milyen gyors már! Undferül gyors. Próbálom valahogy utolérni egyáltalán. Érzem magamat, ha mellettem vagy. Csak ezért gyere itt mögöttem, jó? Hála jó Istennek! Haladjunk. Épp itt a legkevesebb a körözési szint. Reménykedek, hogy ennyivel be is írja a játék, és nem fog rám szabadítani őrülteket. Akkor... Örihari! Imádom, ahogy így bepucsít elém. Nem akarom elütni. Akkor abszolút nem vagy gyors, de valamit alkotnod kell. Ez kb. Ez volt. Így most ez a legeleje. Egyébként jelzem, ezek után a legnehezebb verseny fog majd jönni.
itt a végére, szóval... Hogy fogalmazok, egy ötös fogatot kell legyőznöm. Ezt úgy vegyétek, hogy... ödről verseny lesz egymás után... Zsinórban... Amit nem lehet megszakítani se. Ha megszakítod, akkor legelejétől kell kezdened. Így. Szóval... Hogyha nem már... Egyszer kifagyok, akkor az úgy vágva lesz, és csak a legvégét mutatom. Az tök jó, hogy a gyors kocsiknál és a tapadó kocsiknál, mint ennél, az a nagy különbség, hogy ezt tapad. Nem igazán kell fékeznem. Kell azért. Szóval... Csak jobban kanyarodik. Átlag autó. Most eszméltem rá itt a végén, hogy jó, így kimenni kéne. Az is jó. Jó. Betölti, annak nagyon örülnék. Ó, yeah! Aha, aha. Perfekt indulás, jéééé. Itt van pontról felét előjük, mert miért ne? Why not? Na. Bazd meg! Ezt nagyon rosszul vettem be. Egy kis részt kilógott a patkának, azt pont neki mentem. A legrosszabb helyre állt el ember. Annyira nem érdekel, hogy... Lassú felfogás. Megint jönnek utána a rendőrök. Ha.
vezess. Szerintem mit csinálok? Hajózok. Jó. Most jövök gondba. Ez gyors volt. Hú. Ettől félek egyébként, tök őszintén megvalva. Csak több foglalás ne legyen. Rendőri ültözés még lehet, csak azt tartson sokáig. Bazd meg! És mit csinálják? Rendőr? Rendőr? Taxis. A kettő között annyi a különbség, hogy egyik rájátja magára, hogy fék. Rendőr. Vehicle went VCB northbound. Containment is to include immediate area and everything west of his last known direction. Phew. Azt a büdös. Thank you.
így se úgyse lesz ez rövid. Hátra. Jó. Fölpörgetem. Adok rá egy kis nitró. Úgy érzem, hogy pont nem lesz elegendő az időm. Imádnám, ha nem lenne ekkora a forgalom. Szerintem nem kérek sokat. Csak érjek be! Ah, megkaptam az üzit. Angie, Kenji és Wolf. Itt az idő a visszavágóra. Tudod a segged. Megbeszéltük Darius-szal, hogy mi hárman kiállunk ellened az új verdáinkkal. A kanyonba, a városba. Utána... És igazából mi vagyunk az elsők. És Dariushoz egy újjal sem fogsz érni, röviden tömören. Halleluja! 98%-on vagyok. Elugrunk a rejtek helyre, utána megcsináljuk Dariust. Mi? Majdnem azt mondtam, hogy felcsináljuk, na mindegy. Jó. Kell a turbó. Szerintem készen állunk az utolsó versenyre. Na most még mielőtt ilyen ebbe belekezdenék, én ide kilépek, és itt is mentek egyet, mert én ennyire magabiztos vagyok magamba. Mint mondottam, ez a verseny 5 futamból áll. Elsőnek meg kell küzdeni úgy bár a 2, hát igazából 3 darab bosszal, Angie-vel, Kenji-vel és Wolf-val, 2-szer, egyszer a kanyonba, ahol azt hiszem le lehet esni, vagy nem lehet leesni, nem tudom még.
de az a karbonkanyonnál lesz. Egyszer az utcán, ami sokkal nehezebb lesz, bármennyire hihetetlen, mert ott azért a kocsik bezavarhatnak. Utána megint az utcán kell versenyeznem, csak Dariusszal. Utána kettő kanyonverseny. Ez persze tetszőleges, hogy mennyi kanyon lesz. Készen el szerintem ez a kocsi mindenre. A turbót beaktiváltam, szóval egy picivel gyorsabbnak kell lennie, abban lehet, hogy le fog bűgni a motor, majd meglátjuk. Mindenesetre félek attól, ami ezután fog következni, ugyanis paromira, de paromira nem állok erre készen most ilyen helyzetbe. Itt vagyok a zöldséggel. Ezt a kocsit elnevezem mostantól zöldségnek. Egyen szakaszban egy picivel jobb az ő kocsia. Azt mondta, hogy csak egyenesbe. Őszinte leszek, tényleg a kanyon még itt a legkönnyebb, ugyebár ez a ötödik. Ez olyan, mint egy kellemes bemelegítés a pokol előtt. Szóval ez a tornádó előtti csend, ez kb. Olyan. Nem azért, mert olyan hú, de könnyű lenne. Nem azért, mert nem igazán tudnak követni a Wolfék. És közülük Wolf a leggyorsabb, egyébként ezt így érdemes észben tartani. Utána jön Kenji, utána Angie. Azt hiszem, egyébként tök őszintelyek, szerintem ezt a kanyont, nem ezt a kanyont. A másik kanyont? Karbon kanyonból van egy nagyon-nagyon kanyargós, majd azon leszünk Dariusszal, hogy egyáltalán legyen könnyű nekünk. Jaj. Egyébként az a pálya kanyargós. Ez így a szivatós rész benne. Nincs egyen se, ahol ki tudjuk gyorsítani. Ha másik kocsival vagytok, de megtaláltjátok a középutat. Van egy ilyen nagyon-nagyon kis szakasz, ott valamennyire be lehet szedni a pontokat, utána meg lehet próbálkozni, egy 120 pont egyébként pont a végére elég is. Ha ügyesek vagytok és jól használjátok, akkor meg lesztek vele. Első vér megvan. Fékeket kaptunk. Jééé, az ami egyébként nem fog kelleni, egyébként 50 000-ot kapunk egy ilyen futamért. Én a következő futam. Mondottam, utcán megyünk. Méghozzá Darius területén. Ez egy hosszabb futam. A-ból B-ig el kell jutni, nem egy nagy veszély lesz. Sprintelünk. Egyébként ezt újra lehet kezdeni, szóval nem a legelejéről kell újra kezdenünk, nehogy azt higgyétek. Mert én szörnyűt is halnék akkor. Annyira azért nem szemét ez a játék, csak ha mondjuk a ötödiktél megunjuk és félbehagyjuk az egészet, azt ne felejtsük el, hogy az elsőtől kell kezdenünk. Másnéven a kedves játék lopja ilyenkor a időnket, mert valami sok figyelmet igényel a utolsó boss fight, amit már vívok. Külső sávba menjetek, mert itt egy ilyen rövid kis jobb kanyar lesz, utána full egyenes balra. Jobbra elnézünk. Fuck this.
jelzem a... Hú, a másikkal egyébként ezt meg lehet csinálni, az első három baromi könnyen. De utána lévő futamokat baromi nehezom. Te hagyjál már békén! Szállj le a seggemből. Ízadok. De... Wolfot már nem látom. Egy kanyar, szóval... Muszáj. Mind a négy parasznak székeit meg kell látogatni ebben a rohadt egy versenyben.
Ne! Hála jó Istennek, hogy ezt megcsináltam. Hú, nagyon le vagyok izzadva, skacok, nagyon le vagyok izzadva. Spent that money that you got framed for? I bought Nikki everything that you couldn't. Audi-s köcsög. Egyébként elmondom nektek, hogy az Audi... eléggé meg tudta magát utáltatni velem az idők folyamán, szóval... ezt a utálatot fogom használni ez a köcsög ellen. Oké. Okay. Két kanyar. Nitróval ráskítek, már nem lett perfekt. Az utánozós majom lenézi rólunk a átjárókat, és azon jön. Szóval... leráz nem lehet Wolfot, ezt teszem hozzá. Na, csak ezt egyet tudjátok csinálni, hogy reménykedtek, hogy nem lök ki. És reménykedtek, hogy nem basszátok el. Én reménykedek.
Yes, 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 yes! Azt a gyerekek... Szó szerint szinte beszartam. És most jön a csavar. A két kanyon. Ezzel a kocsival se lesz szerintem könnyű. A próbakörbe legalább 40-szer biztos újra próbáltam. Mivel ez egy szemétség. Szóval, ha megigyezte a pályát, még egyszer menj rajta, csak te vagy elől. És riktig be 120-130 limites közelséggel kell lenned. Szóval 130 ezer pontot össze kell szednem. Ha annyit nem tudok, ott lesz a gond. Századnyi másodperccel voltam gyorsabb. Na nézzük. Az utolsó esély.
Igen, a cél előtt vesztettem. Faszom! Volt egy kicsúszásom.
Audi Le Mans Quattro az enyém, bitch. Ez annyira szép, megcsináltam. Loser! Darius Defeat! Kasti wins! Spider Team! Enyém! Jéjé! Hú! The keys are in the car. Enjoy it while it lasts. There's always someone out there who's a little faster than you are. And sooner or later, they're gonna catch up. Biztos szar lehet a mély repülés, te köcsög! Ah, szia, Nikki. You won! Thank you playing Need for Speed Carbon. You just unlock 5 new cards, including the Audi Le Mans Quattro. Give to try to quick race. To still lots to think and do it at the game. New complete alt reward card. Take on the challenge series and the right career another car plus. Na, akkor gondolom pár dolgok véleményt kéne nyilvánítanom nektek. Őszinte leszek, szivatott a játék, köcsög volt a játék, olyan mértékben leszopatott, hogy olyan nincsen a világon. De ez miatt nekem az egyik kedvenc játékom. Nem akar több lenni, hozza az alapot, de mégis tud valami újat csöpögtetni bele. És ez miatt volt nekem ez mindig is Isten király. A legtöbb Most Wantedos, ha kipróbálja így a karbont, az már kb. Atályt van, hogy már a internet már régben van nála kötve, és már rég megjelentek már sokkal újabb autós játékok, sokkal inkább gépbarátabb autós játékok. Az átlag ember ezt így véli, hogy a újabb autós játékok már sokkal jobbak, sokkal kidolgozottabbak, sokkal minden. Ahhoz képest, őszinte legyek, nem láttam mostában olyan autós játékot 2020-2012. Figyeljetek! Itt visszamenőleg 2010-től kezdve 2020-ig talán egyedül a Turan próbálkozott, ami varázslatos módon úgy Need for Speed, ami tényleg normálisan merem azt kijelenteni, hogy próbálkozott történetet rakni bele, próbálkozott valamivel, ami új. A Need for Speed Carbon nem próbálkozik, ő tudja ezt. És ebben jó, mert neki már nem kell próbálnia. Olyan mértékben, ez szerintem ez az egyik olyan játék, ami, ahogy én visszaemlékszek erre a játékra, és ahogy most játszok, ugyanaz jut eszembe. Valahogy mindig ugyanaz. Egy minőségi, tényleg árkád autós játék, amiben csak mész, veszed a kanyarokat szépen, próbálsz valahogy úgy ellazulni, de már feszülsz, és az izgalom tetőfoka akkor hág a legmagasabb csúcsa, mikor már így a kezeidben érzed a bugit, érzed azt, hogy már elszabadulsz, főleg a kanyomba. Úgy képzeljétek el azt a pillanatot, mikor a halálfélelem közepén jársz, és mégis az a adrenalin dús élmény átjár, hogy fú, ő is leesett, én is leesetek. Ugyanúgy van mind a kettőnek esélye. És ez nagyon sok játékban manapság hiányzik. Ennek a játéknak lelke van, és azt úgy merem kijelenteni, hogy eléggé keveset kellett hozzárakni,
mivel ez a játék rövid. Bárhogy nézzük, ez a játék rövid. Hiába lett ebből 6 rész, rövid. 6 rész alatt, hát, hogy bár 4 rész az úgy megfelel, shot per kb. 6 órának, szóval összesen 8 és fél óra alatt végigvittem a játékot, és kijelentem, hogy ez a játék rövid. Ez egy 100%-os végigjátszás volt, magába a karbonból, a sztori módjából legalábbis, és nem könnyű, nem egy megváltó játék ez, de pont annyira, amennyire ez a rövidség benne van, annyival próbáltál pótolni. Van gyakorlatilag a játék módnak egy ilyen challenge módja, ami abszolút hangulatos. Furcsa módon ebben a játékban nagyon eltalálták. Kiváltképp olyan kocsikat is vezethetünk, ami a játékban nem is gondolnánk, hogy lehet irányítani. Ilyen például a konténeres autó, amit láttunk a pályán, és aminek egyszer neki is mentem egy ilyennek. Valamelyik részben, nem tudom melyikbe. De említettem, hogy ezt a autófajtát, járműfajtát lehet irányítani. És ez komoly. Ez fix. És majd ezt lehet meg tudom még mutatni. De ezt lehet irányítani. Ezen kívül sok másik autó is van, amit lehet irányítani, ami már föl van tuningolva, ami már sokkal durvább. És akkor szerintem az egyik olyan fontosabb dolog, amit meg kell néznünk, az autók, hogy milyen autók vannak a játékban összesen. RX-8, Mazda. Camaro, SS. Ezt már így végigmutogatom, meg a dolgokat is. Hogy mit csináltam, mi történt, hogy történt. Cadillac. Ezt akartam erre mondani, ez Cadillac. Igazából. Alfa Romeo. Mercedes-Benz. Mitsubishi Motors. Golf. Ez az, amit még nem láttunk. Ez egyik legirányíthatóbb autó egyébként a játékban. Ez annyira irányítható, hogy hajtókanyarokat csinál, ha egy kicsit megnyomod egyébként a izét. Ezt úgy vegyétek, hogy ez nagyon pontosan veszi a kanyarokat, szóval ahogy te lenyomod, úgy kanyarodik egyből. Brutális. Vauxhall, Monaro VXR, ez gyakorlatilag egy szörnyeteg. Lotus, erről már beszéltem, hogy én ezt nem szeretem. Clio, ez nagyon szép kocsi. Mustang GT, ugyebár erről már beszéltünk. Ez a Transformers filmek legkirályabb kocsia, űrrongó. RX-7, erről is beszéltünk már. Dodge, ez a Dodge Charger. Porsche, ami egyébként furcsa mód, egyébként nem kanyarodik annyira hú de jól, nem mutatom meg, de érdemes megemlíteni. Ez is egy Dodge, ez ugyebár a főnök kocsia, amit egyébként Samson is használ. Aston Martin DB9, Mercedes-Benz, még egy, csak az a SL65-ös, ez például egy jobb fajta. Nissan 350Z, ezt is jó használni egyébként, baromi jó irányítható. Subaru Impreza, imádlak Subaru. Supra, this is Supra, igen, this is Supra. Mitsubishi Motors, hát imádlak téged is Mitsubishi, te is egy nagyon jó kocsi vagy. Shelby, szerintem a Shelby-t nem kell bemutatnom, de egyébként ez egy nagyon karakteres autó, és nem bírom kimondani szépen, ez egy nagyon karakteres kocsi. Imádom, ahogy kinéz, az eleje az valami fergeteges, a hátulja meg valami törvényen kívül ilyen királyul néz ki. Most komolyan megvárom, nézzétem meg a hátulját, isten ilyen néz ki, komolyan. Vagy kettő autóbolondos kisugárzásom, de ennek tényleg baromi jól néz ki a hátulja. Ez egy tömör gyönyör. Na, Nissan Skyline. Hát, ez adott esetben egyébként emeltben jól kanyarodik, én annyira nem szeretem egyébként farol, nagyon is, sajnos. Annyi baj legyen egyébként. Prémult Nemi Kuda,
Hát ez egy ilyen érdekesebb autó, ezzel nem igazán lehet kanyarodni. Challenger, ezzel se igazán lehet kanyarodni, de ezzel nem is annyira akarunk kanyarodni. Ez is Dodge, ez a Viper SRT 10, ez az, amit a ellenfél használt, de ennek akkora nyomatéka van, hogy simán lehagy egy ilyen útszakaszon, sajnos. Lamborghini Gallardo. A Lamborghini Gallardo az a kocsi, amit már tudtunk, hogy a játékban benne van, mert ez egyébként a alap cuccok között ott van, mert még pár másik kocsival együtt a PS2-es változatban nekem ott volt, abban nekem a Deluxe Edition volt meg. CGR vete, őszintén én ezt a jelzést nem igazán láttam még, de ez volt a rendőr kocsia, csak hogy ezt így vágjátok. Ford GT, ez kurva jól néz ki, és egyébként ezzel ellen is versenyeztem, ha jól emlékszem. Mercedes Lego. Ú, de hülye neved van. Na mindegy, egyébként ez is szép kocsi. Ezzel voltam, azt hiszem én még. A Porsche Carrera GT, ez is egy baromi jó kocsi, ez már azért jobban kanyarodik, ezt hozzáteszem. És most jönnek azok, amik még futottak, a Mercedes-Benz McLaren. Nem, elmondom nektek, én ezt a kocsit nem szeretem, egyszerűen nem... A tuningolás az annyiból áll, hogy a handling az folyamatosan megy le mindegyes stattal, szóval az bárhogy állít, ezt nem lehet egyébként normálisan tuningolni. És akkor visszaértünk ide a Mazdához. Na de, amit még mutatni akartam, az a challenge-ek. Ugyis vannak challenge-ek, méghozzá, ha így vesszük, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, összesen 15. 15x3 igazából, szóval eléggé sok, és adott esetben ezek között van egy olyan, ha jól emlékszem, azt hiszem ez az, ott lehet látni egyébként, na, itt van az eger, látjátok gondolom, kár, dump crack, track, csak ez miatt mondom, mert a többire Nissan Skyline meg ilyenek vannak. Egyébként kurva nehéz ezt megcsinálni, de ilyen érdekességképpen megmutatom, mert ez a királyak, ezeket nagyon bírom. És van olyan, amit például kóba lehet megcsinálni. Ez miatt én nagyon bírtam. Ezt ajánlom. Van a Quick Race, Custom Match. A Quick Match-et abba nem ez az. Akkor Quick Race. Itt van a nagy csomó verseny, itt az összes olyan verseny bent van, ami a pályán volt, meg ami a kanyarokban volt. Na, ezek közül, a kanyaros közül volt olyan, ahol nem jártam. Van ilyen is, ahol üldöznek, és egy adott helyet kell túlélni. Ez érdekességképpen mondom, hogy ez tök jó. És vannak ugye a kanyaros cuccok, amik között fú, nagyon sok olyan van, ami elképesztően beteg. Be lehet azt is állítani, hogy milyen futam legyen adott helyzetekbe. Be lehet azt is állítani, hogy kanyonban legyen csak, a kanyonokat veszi akkor alapul. Be lehet állítani, hogy melyik kanyonokat. Szóval van minden ebbe. Az a lényeg. Lehet online játszani, máshol is nem üzemel. Reward card. Na, ezt akartam én mutatni. A reward cardok gyakorlatilag azok a dolgok, amiket a játék alatt gyűjteni lehet. Ezek teljesítmények adott helyzetekben. Például a Beat and Challenge Series Event. Szóval összes challenge-ben érjünk el valamit, vagy csináljunk meg az egészet. De mindegy sárgával jelző, amit megcsináltunk, és ezek valami elképesztőek. Én ezek ilyeneket nagyon bírom. Elmondja, hogy mit kell csinálni, és akkor ezek alapján kapunk egy új alkatrészt, például egy kocsit. Szóval összesen még 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, meg ugyebár még a szemétrakós cucc.
Mitsubishi Eclipse, azért az is jól hangzik. Fire Truck, ami ugyebár a tűzoltóautó, a BMW, az eredeti BMW, amit ugyebár a ösztörtünk a játék legelején, és sajnos addig nem is tudjuk ezt megszerezni, még ezeket a küldetéseket meg nem csináljuk. Az egyik pedig az, hogy hát unlokoljuk a 32 kocsit, hát eddig valami 20-valamennyit unlokoltunk, a többi kocsi unlokalásával, ami itt vannak, tudjuk ezt feloldani. Ráadásul még itt elmondom, hogy a karrier módban itt van ilyen, hogy a 2007-es Jaguar XK-t is lehet unlockolni. Ők itt van 1992-es Nissan 240SX. Azt hiszem még van itt valahol egy, de ebben nem vagyok biztos. De mindegy, itt ez. Nem sokan mondom, nem, ez nem az. Bocsánat. Szóval vannak dolgok ebbe a játékba. Ebbe a játékba csak tartalom van. Aki azt mondja, hogy nincs, az nagyon-nagyon téved. Ez a részidőm. Bocsánat. És ahhoz, hogy 100%-oljuk a játékot, még egyet menni kell az összes pályán. Persze az extra idő, a kanyomban az összes dolgot meg kell csinálni, és ha ezek is készen vannak, akkor a karrier módban meg kell csinálni, a challenge-eknél meg kell csinálni az összes versenyt, és az random encounter-t, ami egyébként itt láttok, itt el kell érni 100-at, ez a minimum, a 100 darab. Pénzből össze kell gyűjteni 1 milliót, és most csak azt mondom, hogy ami ki kell, ami a maxoláshoz ki kell, és üldöznie kell összesen 100 rendőrnek egy futam alatt, és ezen kívül azt hiszem egy 20 percig üldöznie kell a zsaruknak, meg bizonyos mennyiségű vérdíjnak is rajtot kell lennie, szóval nagyon-nagyon összetett így a játék. És innen szeretném elmondani, hogy a játék perfekt. Ebbe tényleg érzem azt, hogy ezzel a játékkal törődtek. Ezzel a játékkal gyakorlatilag mindent csináltak. Egyszerűen elképesztő, hogy ennyi dolgot beraktak. Vissza lehet jönni egyébként a karrierbe, nem kell több félni. És ha nagyon oda akarjátok vágni a cuccokat, akkor select car, és nekem például itt majd megnézzük, hogy mennyi kell. Ezt így beálladjuk. Hát gyakorlatilag már 500 000 van. Ugyebár 100 verseny, 100x1000, és még így se lesz meg szerintem a izé, szóval nagyon sok futamot kell még mennem ahhoz, hogy meglegyen minden, szóval még így korán sincsen vége a játéknak, és ez így ebbe a játékba a mese szép. Valami pokolian durva, amit ebben a játékban el lehet érni maximum. Még a quick résznél szeretnék egy igen. És akkor még vannak a customizált autók. Az Audi Le Mans Quattro, a Koenigsegg CCX, igen, volt Koenigsegg már ebbe, kettő fajta is van,
a Dodge Ranger RT, ugyebár a főnök kocsia, a Camaro, és Audi Le Mans kétszer. Gyönyörű. A bónusz autóknál ugyebár a Nissan 240 SX ilyen állapotban, az RX 8 hát egy eléggé díszes állapotban. Egyébként ez a maximum, amit ki lehet belőle hozni, de nem vagyok ebben biztos. Mustang GT, Dodge, Mercedes-Benz, a Nissan 350Z, a Subaru. Itt bónusz autók vannak teljes mértékben, a Shelby autó, kimaxolva, azt a büdös. Nissan Skyline, na ez, fú, Dodge, Gallardo, itt van minden. Egyszerűen nem tudom azt mondani, hogy felesleges munkát végeztek. És ugye a karrier kocsik, meg a stock. Megnézzük ezt, mert ha már ez ellen olyan mértébe kikaptunk, mint a kurva isten, ezek után én kíváncsi vagyok, mit tud. Gondolom ti is, hogy én mit tudok ezzel a szörnyeteggel hozni. Mi hamar elértem a 100-at? Kb. Ez olyan, mint az én kocsim. Abban egyetlen kivételben, hogy ez egy picivel már följavítottabb volt. Ezzel még nem lehet fékezni, túlzottam. De megy, mint találom, szóval ez egy baromi gyors kocsi. Hát igazából ezt muszáj bemutatni, szóval annyira nagyon szopadtak minket ezzel, hogy mennyire fosni kellett a főnöktől. Ahhoz képest egyébként bőven ki tudom belőle hozni a 200-at. Bőven, szóval majdnem át is léptem, nem tudom mennyi a max sebessége, de ez baszott gyors. Mindenesetre ezzel gyakorlatilag merem kijelenteni, a karrier és minden ide tartozó dolgot elmondtam a játékról. Egyszerűen nem tudok több dolgot hozzátenni. Annyira sok dolgot mondtam el róla. A játék nem rossz. Szórakoztató, ütős, vicces, és egyben érdekes is. Kihívás bőven van benne. A kocsik bődöletesen szépek, nagyon-nagyon sok variánssal, ami számomra egyébként érdekes kinézet és más-más téren is. Nem egy bődöletesen sok nagy választék, de nekem pont elegendő. A PS2-es játékok közül az egyik legszebb, mert persze az egyik szerintem ez a Need for Speed, a másik legszebb pedig a Silent Hill Shattered Memories. A ténylegesen full legszebb játékok közé még a izét sorolnám a milyen Giants? Nem Giants. Dead Giants, nem tudom. Na mindegy, egy olyan játékot, amit nagyon sok ember ismer, mert ezek tényleg szép játékok, mert ez volt az, ami nekem nagyon meghozta a kedvemet mindenhez. És őszinte legyek, nem csalódtam. Bárhogy visszaemlékszek erre a játékra, mindig az jut eszembe, hogy ez egy
szép játék, jó zenék, jó világgal, jó karakterekkel, és számomra szórakoztató párbeszédekkel, nem idegörlőkkel, ha bár egyértelmű, hogy mik lesznek így a végeredmények. A legvégén meglepődtem, hogy meg tudtam előzni egyébként a főboszt. Nem hittem volna, hogy pont így nyerek. De örültem neki, hogy ilyen vége lett ennek a játéknak. Ezek után majd folytatom a következő játékkal. Én köszönöm szépen, hogy ezt a játékot végigjátszottam nektek. Tényleg mindegyes figyelmet köszönök. Majd lehet, hogy még foglalkozok egy pár autós játékkal, a Need for Speed tájéken is, de ebbe a évben már nem lesz több Need for Speed játék. Az indok egyszerű. A Most Wantedhez készülnöm kell, hogy azt végig tudjam játszani. És elméletben az Underground 1 és 2 sem annyira könnyű számomra, mint a Carbon, hiszen a Carbont már azért többször végigjátszottam, mint az Underground 1-et vagy 2-t, meg a Most Wantedot, csak hogy ezt így számilag alátámasztam, a Most Wantedot egyszer játszottam végig, míg a Underground 1-et, 2-t legalább kétszer. Ez nem tudom mennyire nyeri el a tetszésteket, de minden esetre ez így a bő információ morzsa mindegyikről. És akkor majd jelentkezek egy végigjátszással legközelebb is. Addig is köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot, szép estét és jó éjszakát, vagy bármit is, amit kaptok. Na, sziasztok!